Folytatódik a napi aktuális, folyamatosan indulnak a segélyszállítmányok Kárpátaljára a kormány humanitárius akciójának keretében. Hazánk nem csak azoknak az embereknek segít, akik a háború elől menekülve átjöttek a határon, hanem azoknak is, akik úgy döntöttek, hogy ott maradnak Ukrajnában. A vendégem Szili Katalin, autonómia ügyekért felelős miniszterelnök, megbízott. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok önnek is! Ön folyamatosan kérdődő. beszél ugye, a Kárpát lévőkkel. Mit tapasztal, milyen most a hangulat? Viszonylagos béke uralkodik ott szerencsére. Igen, ott még valóban béke uralkodik, és nem érzékelhető az a háborús helyzet, mint ami akár Kievbe, akár Ukrajnának a keleti részén tapasztalható, de nyilván mindenkiben benne van azért a félelem, de ugyanakkor a segíteni akarás is. Mai napon is beszéltem több ottani vezetővel, ismerőssel, akik például arról panaszkodnak, hogy az, azok miatt, akik már elhagyták Ukrajnát és akár Kárpátalját is, például a szociális otthonokban, kórházban nincsenek ápolók, nincsenek, nincs személyzet, és nyilván számunkra azért az egy nagyon fontos dolog, hogy Magyarország nem csak azért, mert az alaptörvényünk ugye úgy fogalmaz nagyon helyesen, hogy... Magyarország felelősséget visel határon kívül élő magyarságért. Csak szerkesztő úr kedvéért mondom, hogy az előző alkotmányunk az ugye úgy szólt, hogy felelősséget érez. Nyilván ebbe az új alaptörvény meg óriási különbség van. És ez, ez érzékelhető azért abban is, ami a felelősséget viselben a napi cselekvést is beleérti. És én azt hiszem, hogy túl azon, hogy az elmúlt 12 évben akár a támogatáspolitikában, akár a különböző gazdaságfejlesztési lehetőségekben, akár a családtámogatásokban, Sikerült már egy olyan nemzetpolitikát felépítenünk, amiben én azt gondolom, hogy az a fajta cselekvés mindig benne volt, ami ez alapján, az alaptörvényi előírás alapján reményeim szerint mindenki számára természetes, és hát ezt azért a, ezekben a napokban is megmutathatjuk, és meg is mutatja mindenki. Mert én azt hiszem, hogy nem csak mi az itthoni, tehát a hazai és az anyaországi magyarság, hanem ugyanúgy a Vajdaságban, vagy éppen az Erdélyben élő, vagy a felvidéken élő magyarság, vagy akár a Baranya háromszögben, Muravidéken élők, ugyanúgy odafigyelnek arra, hogy mi történik kárpátaljai magyarsággal és szolidárisak. Mire van most a legnagyobb szükség ott? Hát én hat fogalmazok úgy, és ez bocsássa meg nekem. Nyilván leginkább a biztonságérzetre és a nyugalomra lenne szükségük. De én nagyon remélem, hogy Kárpátalja ki fog maradni abból a harci helyzetből, mint ami egyébként Ukrajna más részein érzékelhető. Igen, de, de rengeteg ukrán érkezik. Tehát, hogy ezt -e szerettem volna mondani, hogy nyilván most, od. és azért ebben szeretném hozzátenni, hogy számunkra biztos, hogy fontos a, a magyarság, de ugyanúgy azért azt is látni kell, hogy mi ugyanúgy lehetőséget és menekülési lehetőséget adunk az ukrán állampolgároknak is. Én arra büszke vagyok, hogy Magyarország ezt megteszi, annak ellenére is nyilvánvaló, hogy hát azért 2017 óta az oktatási, a nyelvtörvény és egyéb ügyek kapcsán a többségi társadalom politikai elitje azért tartott Ukrajnában olyan törvényi változtatásokat, és tett olyat, ami alapján nyilvánvaló nehéz helyzetbe hozta a magyarságot, akár az anyanyelvi oktatás, de most, és akkor itt azért szeretném szerkesztő úrnak is mondani, hogy most a biztonság az első. Én azt hiszem, hogy túl azon, hogy az embernek... Itt a van, magyaroknak és az ukránoknak is a Így van, szó szerint, és én azt hiszem, is. hogy az nagyon fontos, ami a határmentén zajlik, hogy ezeknek az embereknek azt a lehetőséget biztosítsuk, hogy a Érezzék magukat itt már biztonságban. És az egy fontos kitétel, mert nekem például volt olyan, aki azt mondta, hogy jó, hát most ugye védjük a sajátjainkat, de hát akkor, amikor jöttek a migránsok, akkor nem tettük ugyanezt a humanitárius helyzetet. Ezért fontos, és ezt azért is szeretném itt külön is kihangsúlyozni, mert. Azért azt jól kell látni, hogy épp az a nagy különbség, hogy akik Ukrajnából érkeznek, és itt hangsúlyozom még egyszer a, akár ukránokról, akár az ott élő magyarságról van szó, ők itt találják a határ mentén és a Magyarországon az első határátlépés után a legbiztonságosabb helyet maguknak, és nem hét határon keresztül jönnek, tehát én azt hiszem, és hogy ez egy, óriás... van, van. ez egy óriási különbség. Ez egy óriási különbség, úgyhogy én nem gondoltam soha, hogy az életben ilyen a 21. században még előfordul, mint amilyen ez, főleg a pandémia után én azt hiszem, hogy minden okunk megvan arra, hogy a biztonságot Keresük, és mi magunk is azt próbáljuk meg mindenki számára biztosítani itt Magyarországon. A nemzetpolitikai terveket, támogatásokat, pályázatokat mennyire írja fölül, hiszen ez a háború most mindent a szószoros értelmében is, és lelki szempontból is romba döntött. Hát én egy picit visszalépek szerkesztő. Most azt hiszem az április harmadika is nagyon fontos számunkra, tehát az, hogy azokat az értékeket, amit a 12 év alatt nemzetpolitikában felépítettünk, kezdve a jogszabályi változásoktól, és nem befejezve, hanem folytatva azokkal, ami a napi politikai végrehajtást, illetőleg gazdaságban, támogatáspolitikában, amiről szóltam. Jelenti szerintem sikerült elérnünk azt, hogy egy olyan nemzetpolitikában biztosított háló, veszi körbe már a magyarságot, beleértve a Kárpát-medence és a diaszporában élőket is, amit szükséges megőriznünk. Viszont én azt hiszem, hogy most elsődleges számunkra az, hogy a kárpátaljai magyarságot és az ő biztonságukat teremtsük meg ebben az értelemben, én azt hiszem az elsődleges most ez mindannyiunk számára, de ettől még a napi rutin, ugyanúgy a diaszpora vagy a többi közösségünk tekintetében, én azt hiszem, vagy akár a pályázatok kérdésében ez tovább fog folytatódni, és szeretnénk április harmadika után is folytatni és megőrizni ezeket az értékeket, úgyhogy remélem, hogy az a politikai vonulat marad, ami ezt biztosítja a jövőben is. Erre uh, kérdezném azt, hogy az ellenzék miniszterelnök jelöltje Márkizai Péter azt mondta, hogy részben Orbán Viktor robbantotta ki az orosz-ukrán háborút, vagy ő felelős érte, másfelől pedig azt is mondta, hogy azok a kárpátaljai magyarok, akik most jönnek, ugye azok amúgy is szavazni jöttek volna át, és most megkönnyítik ezzel a dolgokat, hogy ide menekülnek ezt. Hát én azt gondolom, hogy az ellenzéki miniszterelnök jelöltet minősíti az, amiket mond. Én azt látom, hogy ő elszabadult hajóágyuként össze-vissza gondolatokkal hát örvendezteti meg a, a magyar lakosságot. És Én Én hogy örvendezteti meg a saját híveit? Hát, hát, és, és számomra inkább, és, és, és itt hadd fordítsam át ezt a dolgot, hogy feltenném azt a kérdést, hogy biztonságban éreznie bárki egy olyan miniszterelnök jelölt ö, ö, mögött a saját életét, a családja életét, a közössége életét, aki egyébként... Ö, ilyeneket megfogalmaz. Én úgy hiszem, és én tökéletesen egyetértek azzal, amit a miniszterelnök úr mondott, hogy nyugodtnak kell lenni, megfontoltnak ebben a helyzetben, nem szabad hogy a magyar emberek és a magyar polgároknak a biztonságérzetét, biztonságát bárki bármilyen érdekel felborítsa. Itt nem a pártpolitika lehet most a fontos, hanem egyszerűen csak az, hogy a magyarok, a magyar emberek biztonsága is. Én úgy hiszem, hogy ma ez a kérdés, ami a biztonságot jelenti, ez mindenki, és nem csak a magyarok, Európa számára is a legfontosabb hívó szó lehet. Tehát, a béke én... és a biztonság értelemszerűen mindenki így van. a háború végét várja, és azt, hogy legalább egy olyan békebe köszöntsön, amelynek mentén el lehet kezdeni újraépíteni Ukrajnát, is a szó minden értelmében. Én azt gondolom, hogy jó lenne, ha a világpolitikában, mondjuk mindenki számára világos lenne, hogy itt nincs olyan helyzet, amiben... Mindenki, vagy bárki le tud bárki győzni, itt mindannyian vagy veszítünk, vagy nyerünk. Tehát én azt gondolom, hogy a nagyhatalmaknak is át kellene gondolniuk, hogy tárgyalóasztal mellett meg tudják -e oldani ezt a kérdést, meg kell oldaniuk ezt a kérdést. Nem hiszem, hogy a 21. század harmadik évtizedének az elején az lehet egy hosszú távú politika, ami egyébként ilyen harcokra vezet szerintem e, tényleg a, egy biztos kéz, kezű kormányos kell, mint amilyen azért Európában ma én azt gondolom, hogy miniszterelnök olyan jövőképpen rendelkezik, és egy olyan koherens e, e, jövő tervel, ami én azt hiszem, hogy joggal mondhatja azt, hogy nekünk benne kell megbíznunk. Én soha nem gondoltam, hogy egyébként ide fog jutni Európa és a világ, ahova jutott. Nem elég a klímaváltozás, nem elég a környezeti probléma, nem elég a pandémia, most akkor még a világot egy ilyen háború, és főleg Európát egy ilyen háború sújtja, és hát ennek a gazdasági következményei nyilvánvaló beláthatatlanok. Ha ez így folytatódik, szerintem ebbe nem csak a felismerés kellene, hanem annak a beismerése, hogy így a világot nem lehet továbbvinni. vinni. Katarin, köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen önnek a lehetőséget.